Na, üdvözlök újra mindenkit a mai nap, ismét itt vagyok. És egy olyan videóval jövök nektek, ami nem volt betervezve. És őszintén is akartam ezt megcsinálni, és sajnos rákényszerülök e videó elkészítésére, nem is kicsit. Hát igen, mint tudjátok, a csatornán nem volt nagy mozgás két hete. És ennek nagyon egyszerű oka van. Finoman szólva a laptopon megadta magát. Az a legbiztosabb, hogy kétszer is, tehát úgy kell kézzétek, hogy egyszerűen egy vírus támadta meg, vagyis amihez majd ez az idős kapcsolódik, kutatása. A másik pedig a videókártya, azt hiszem, az felmegedett és megsült és véget ért a gép működésének. Hát igen, sajnos egyébként nem lehetett megmenteni a gépet, azóta egyébként van egy új laptopom, az nagy fókusz most nem fog kapni, de az már létezik nekem azóta, mióta hát ez a két hét alatt meg tudtuk szerezni. Hát igen. És akkor is jön ez a videó ide. Ugye ezt elmondtam nektek. Konkrétan a vírusra célzok nektek, hiszen maga a vírus osztja nagyobb kárt nekem a gépembe. Konkrétan mindent kb. Letiltott, vagy átírt, és így konkrétan tudtam elérni őket, letöltsem. Vagy használjam őket egyébként, a fájlokat. Az ugye a drive-ot is érintette, meg a gépet is érintette egyébként. Hát, mondhatni, ez a kár szentség egyetemi dolgaimat nem érintette annyira, míg az végig fontosabb. De a YouTube-os sajnos igen, és ez egy elő is fog szólni. Konkrétan a felvett felvételémet, amit a Borderlands-ből készítettem, ez például még 7 felvétel lett volna, mint törölte a rendszer, és sem tudtam őket többet nyitni. Tehát elvesztek ezek a videók. Ugye a drive voltak lementve, meg a gépen voltak futtatva, ezek mind eltűntek. És sajnálom is, mert elképesztő, hogy ezért sokat dolgoztam velük, és eltűntek egyszerűen. És most egy kicsit gondolkoztam, milyen megoldást tudnék rá csinálni, és egyébként azért mégis van a megoldás, hogy fogom ezt bepótolni nektek, amit is fogok mondani, mert úgy jól fel lehet ezt jól letisztázni nektek, hogy ne pöljetek meg a következő videókon majd, amik jönni fognak a csatorna életébe. Nézzük is! Tehát, a maradék részt hogy fogom nektek ugye felvenni, az ugye kérdés is feljött már. Azt kell tudjátok, hogy én tegnap este, meg azelőtt is elkezdtem ez a játékkal játszani újra. Tehát úgy képzeljétek, hogy nyitottam egy új karaktert, és elkezdtem vele úgymond újra nyomni az egészet. Annyi trükkel játszok most a másik karakterrel, hogy hát egy kicsit csalok őszintén, tehát 40 szintet adott neki, ez ugye felmentett a 46-os szintre, és így konkrétan áram alatt el tudtam azt élni, amit itt streamekben mind láthatatok. Ez nem a normális játékmenet, ez nem is olyan, hogy ezt kipróbáljátok, ez azért csináltam, hogy minden tudjak eljutni addig a részig. Hát igen, eljutottam, és most ott vagyok jelenleg a utolsó kb. Rész abban, annyi különbséggel, olyan van megmentettem az emberkét. Tehát aki azt a szerész látodik rész, azt tudja, hogy jöjje. És most is emlékt a robot, így konkrétan el kell menjek egy másik bázishoz. Amarabb megmentettem most már, és ő már bázison van. Tehát azt hiszem a Ovalyen, vagyis nem tudom melyik városkában van, ugye. Konkrétan a videókat úgymond el fogom készíteni majd újra. Annyi különbséggel, hogy nem fog bennük beszélni. Tehát egy kicsit, aki régen követett engem a csatornámat, vagy nézte, azt tudja, miről van szó. Tudhatja, hogy régen így videóztam. Annyira nagyon fontos hozzátenni, ez egy nagyon átmeneti időszak lesz. Ezek csak azokra a videókra lesz érvényes, amik úgymond törlődtek. Ez számilag egyébként 7 videó volt. De azt is gondolkoztam, hogy olyan meg az egészet, hogy ne aztán minden között is lássatok, mert az is unalommal kell nektek. Többség csak főmissziót fogtok látni majd ebbe a 7 videóba. Persze lesz pár mellékküldetés is, de én azt nem fogom most erőltetni, nem muszáj. Mert nincs értelme, plusz egyébként de kisebb küldetés is van, amiket nem szembe kéne vegyek. Ez tehát így ki fog maradni nektek egyébként. Tehát ez így fog működni a rendszer, ezt fel fogom venni, ezt ki fognak itt kerülni nektek, ezt még egyébként a koriba is, ő itt veszem fel a videót, meg tudom nektek úgymond csinálni. Simán egyébként. Beszélek kicsit zavosabb lenne, ezért inkább azt nem fogom behozni ide. Falak miatt, meg minden miatt, hogy ne legyen zavaró senki számára. Hát igen, és ezután mi lesz konkrétan? Amit jó ír és elkezdtek mondjak, hogy Epic Game, ugye, Epic Game Store-ra töltöttem a játékot, mentette a mentéseimet. Ez azt jelenti,
hogy konkrétan az eredeti karakterem mindig máig megvan, annyi különbséggel van, azzal nagyon el vagyok haladva. És hát meg vagyok, hogy misszióig eljutottam már. Hát, és ott vissza nem lehet menni, hogy a missziókat újra kezdjed. Ezért van ez kitalálva, hogy egy másik karakter meg egészen odáig. Kb. Azonos, hogy egy fejlesztésért fogtok látni a karakteren, tehát nagyon nem fog látni más fejlesztő ágokra. Ami különbözhet majd ez a fegyver, meg egyéb eszközök, ez különbözhet a játék során. Ez benne van sajnos, ezt nem tudom elkerülni. Tehát ez így fog működni. Eljutok úgy addig a pálya részig, amit ott azt hiszem a régmentésem, tehát alapjátékmentés, ami játszok, végigjátszásban van, hogy addig eljutok, és onnantól, hát valószínűleg ez karácsonyi el fog tartani majd, és onnantól kamásfájták vissza fognak térni hozzátok az életbe, tehát újra én fogok beszélni a bevételekbe. Hát igen, ez lesz a módszer, ezt fogom megcsinálni. Remélem tetszni fog nektek ez a megoldás is, ez egy nagyon sürgőségi megoldás, tehát nem mindig így lesz csinálva. Hát nagyon rég volt. Én ugye egyszer volt meg ilyen esetem, akkor a Batman volt, akkor is utoltatottam fel valamiket. Tehát most a Batman nem lett baj szerencsére. Tehát ennyi lenne ez a videó, ez azért csináltam, hogy lepődjetek meg, olyan videót láttok a csatornán, és majd amosan érkezek. Hát vloggal, vagy ezek a beszélnékű játékokkal, meg lesz, hogy akkor a dolog.